Három játékosokat is pihentették, Szlovenszky Tiborra pedig sérülése miatt továbbra sem számíthattak, így tartalékosabb felállásban léptek dobóállásba a nyíregyházi tekések a hazai pályán, a friss világkupa győztes Zalaegerszeg ellen, akik az összecsapás egyértelmű esélyeseinek számítottak. Ennek ellenére a nyíregyháziak igencsak meglepték ellenfelüket, olyannyira jól teljesítettek, hogy minden játékosuknak sikerült legalább egy szettet elcsípnie a válogatott zalaiak orra elől, sőt gyakran a pontszerzéshez is közel álltak. Végül a 7 zalaegerszegi ponttal szemben egy nyíregyházi pont jött össze, de az nem akármilyenre sikerült. Magyarósi Péter remek játékkal, egyéni csúccsal a kétszeres csapat és egyszeres egyéni világbajnok Nemes Attillát verte meg. De az is figyelemre méltó eredménye a hazaiak részéről, hogy 3344 fájuk idénybeli legjobb teljesítményük. Nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a Magyarósi Péternek egy önbizalomnövelő eredményt sikerült végre ismételtem dobnia, ugyanis 626 fával nem csak, hogy a világbajnokot, a Nemes Attilát, aki háromszoros világbajnok, nem, hogy megverte, egyéni csúcsot is dobott mellett a Péter, úgyhogy ez volt a másik fő célunk a mérkőzésre nézve, és azt lehet mondani, hogy a többiek is, úgy a Szlovenszky Attila az első sorban, mellett a Péter Dávid is az első sorban az 565 fájával mindenképpen jó teljesítményt nyújtott. Ahogy mondtam, a Kastora Zsolti 555 fája, Peti 626 fája, és az árósorban, hogyha hozzáteszem azt, hogy a Ráski János a Balanta Claudio ellen, aki szintén kétszeres világbajnok, 2-0 arányban vezetett fél időben, mindenképpen hatalmas meglepetés volt, és végül is az utolsó pályát rontott el János, hogy a bomba meglepetést is szállíthassa az egyéni pár hatszára tekintve, tehát ez mindenképpen már ez is jó dolog volt, és mellett a hetei Alexnak is az utolsó 15 tarolásán három fám múlott igazából, hogy nem sikerült pontot szereznie. Hát fantasztikus mérkőzés volt, és ha a csapatfát nézzük, hogy 3344 fát dobtunk, ezt még idén soha nem értük el, úgyhogy mindenképpen nagyon-nagyon biztató jövőre nézve. A nyíregyházi tekések számára innen kezd igazán izgalmassá és fontossá válni minden egyes mérkőzés, hiszen a pontgyűjtés időszaka kezdődhet el. A nehezebb ellenfelek sora lement, most már a könnyebb, verhetőbb csapatok következnek, mindjárt szombaton a frissen feljutó Balogunyom, akik ellen ugyan kemény összecsapásra számítva, de a győzelem reményében lépnek pályára Fintáig Szombathelyen.